Sziasztok, ez itt a Konklávé, és eredetileg más témával készültünk volna, mert van egy ilyen nagyon vicces ellenzéki dzsembori, de aztán ez elmosta az, hogy az orosz elnök az a felvételhez képest tegnap éjszaka késő este bejelentette, igen, hogy elismeri a Luhanszk és Donyecki népköztársaságokat, és kölcsönös segítségnyújtási megállapodást is kötött velük, illetve hát orosz békefenntartókat küldtek ebbe a két megyébe. Úgyhogy kicsit problémásnak éreztük volna, hogyha nem nyilatkozunk meg erről, kihangsúlyozva azt, hogy nem vagyunk szakértők. Nem vagyunk szakértők. Nem vagyunk szakértők, nem vagyunk külpolitikai szakértők, két hülye gyerek elmélkedik most össze-vissza erről a kérdésre. Mondjuk nem, mintha egyébként bármit tudnánk. Tehát itt ez a kedvenc, amikor mindenkit reszeli a saját fingját, mert bocsánat, és most mi is egy kicsit ezt fogjuk csinálni. Abszolút ezt fogjuk csinálni. Hogy leülnek, és akkor megfejtik, hogy és akkor a Oroszország, Putyin biztos ezt gondolja, meg Ukrajna ezt gondolja, meg Biden ezt gondolja, és igazából Putyin aztán meglépte azt, és akkor amire, és ahogy senki nem gondolt. Igen, bár ugye az amerikaiak folyton tolták ki a határidőt, tehát volt ez a 16-a, és végülis ez bejött nekik, azt mondták, hogy 20-a környékén. Lottó sorsolása nem lehet, így ilyen mozgószámokkal dolgozom, igen, nem jön. Az a helyzet, hogy azért még az EU-s tisztviselők is viszonylag visszafogottan nyilatkoznak, tehát nem nevezik ezt inváziónak, ugye, ami történt. Tehát egy nagyon rövid és tényleg ilyen hevenyészet, tiszta hírfogyasztói áttekintést az egészről. Ebben a két régióban ugye de facto már ott voltak az orosz barát szakadárok, vagy az oroszok is. A Putyin, amit tett, az az, hogy de jure is szeretné ezt a maga részéről elismerni. Én minden esetre nem vagyok nyugodt, ezt majd ki fogjuk fejteni, hogy miért. Tehát a magyar emberben legyen egy egészséges gyanakvás Oroszországgal szemben, akármi is történik. Ez amúgy így van. De szerintem, mielőtt nekikezdünk a problémának, induljunk el onnan, hogy Ukrajna az... Ugye Európa két szélén vannak olyan országok, amiknek a létezése hát megkérdőjeleztetik, hogy az egyik Belgium, a másik meg Ukrajna. Tehát, hogy itt van ez a én nekem egy kicsit arra emlékeztet, mint hogy Afrikában csak ott vonalzóval húzták meg ugye a határokat, meg ugye az arab világban. De itt ugyanez történt, hogy oroszok, meg hát a nagy Szovjetunió, az úgy döntött, hogy ezeket az egyébként egymással nem feltétlenül jóba levő ilyen mindenféle szláv, meg tatár, meg más etnikumú törzseket, ők akkor most ország. És hát aztán látjuk, hogy ez nem működik. Hát egészen pontosan, remélem egészen pontos leszek, azt hiszem, hogy 1954-ben Hruscsov egy kicsit ilyen tintás állapotban egy éjszaka gondolta úgy például, hogy a Krímet odaadja, ugye, ami már azóta orosz fennhatóság alatt van ismét, azt odaadja Ukrajnának. De az, hogy a Szovjetunión belül hogyan pakolták ezeket, ezek ilyen gesztusok voltak, amiknek nem volt túl sok értelme, tehát hogy húzogatják a részek pártfőtitkárok, szovjet pártfőtitkárok a határokat, annak hogy sok értelme is. Most ez a két keleti megye, amiről szó van, ez de facto egyébként orosz többségű a lakosság, ugye erre is hivatkoznak, csak hát szudéta oroszoknak. Nem itt olyan, mint egy ukrán nemzet, tehát azért erről az beszélni egyébként ez is nehezen nem, lehet. Ez nem létezik, tehát ez gyakorlatilag két külön világ, ugye egyrészt mégiscsak a mai Ukrajna, meg hát a Kijevben volt a kijevi rusz, vajon mit jelent az, hogy kijevi rusz? Egyrészt, amit ugye, na mindegy, ott is, hogy a viking behatás, meg a germán behatás mekkora, tehát itt meg tényleg ott vannak a lengyelek, a tatárok, a kozákok, a russzinok, természetesen a Kárpátokon át se jövök. Igen, a magyarok, a russzinok. Azt alapból nem is, azért nem hozom fel, mert ezt nem tekintem Ukrajna. Ugye a nyelvben is meg lehet ezt figyelni, gyakorlatilag, hogy a keletiek abszolút oroszul beszélnek, a nyugatiak pedig ilyen ellengyelesített orosz nyelven beszélnek, tehát nehéz ezt országnak nevezni, a nyugati meg a keleti rész az gyakorlatilag két külön világ, és hát Ukrajna neve is gyakorlatilag határvidéket jelent, ez az orosz birodalom határvidéke, kicsit úgy, mint egyébként Ausztria, ugye Österreich, ugye a keleti birodalom, tehát a keleti határ. És szerintem el is értünk oda, hogy Európa határa is ez, tehát itt azért izgalmas ez az egész NATO-orosz konfliktus, mert valahogy az európai, hogy mondjam, nagyhatalmi struktúrák, meg az orosz. Tehát az Oroszországot az a baj, hogy ne nevezzük Európának, és itt majd átköthetjük a te problémádra is vele. Mert Oroszország, ez Rémi Brág nagyon jól reírt a római modellben. Egyszerűen egyébként Európa határa, akárhogy is nézzük, és még meg fognak sértődni protestáns nézők, de tényleg, ahol a nyugati kereszténység és a keleti kereszténység találkozik. A kettőnek egyszerűen birodalmi különbségei vannak. Oroszország sose tekintett úgy Európára, mint barát, ugye akármennyire is futnak itt barátság vezetékek és társai. Nem barát, tehát nézzétek meg a történelem során, folyamatosan ment a balhézás. Egy Napóleon, német birodalom, Oroszország, úgy van, hogy az orosz ányácska, ugye ők a külön birodalom, ők ott nagyon el vannak, keleten ott matekoznak, meg ott
Hát az, amíg erre, ott maradnak, addig igen. Igen, és akkor kell egy ilyen puffer zóna kettő közé, ami hát olykor Lengyelország volt, most éppen Ukrajna. Éppen Ukrajna. Így van. Tehát azért, mert két veszélyes iskola van szerintem ma Magyarországon, azt látom is, és egy rövid említést tegyünk arról, hogyha ez a mai tökkelütött ellenzék kormányozná Magyarországot, akkor mi történne. Reméljük, hogy egyébként csak ilyen felelőtlen üvöltözés az, amit csinálnak ezzel az atlantista héja izével, ami, tehát még egyszer, ez nem azért fontos, mert most valaki héja vagy nem, meg a magyar kormány például nem azért próbál a békéért mindent megtenni, mert hogy mi hippik vagyunk és virágokat dobálunk, hanem egyszerűen már nem érdekünk. Ahogy az sem érdekünk egyébként, hogy mi egy második ilyen kis Lengyelországként ugye az amerikai igen. Egyesült Államoknak egy ilyen kihelyezett irodája legyünk, tehát nekünk ez a konfliktus úgy, ahogy van egyébként nem érdekünk, azért nem. Tehát az, hogy a magyar politikai életben az ellenzék egyébként, az ellenzéki mainstream azt képzeli, vagy azt képviseli, hogy nekünk ilyen amerikai hadállásként és bástyaként kellene viselkednünk. Nem, ez nem jó, azt nem kell csinálni. A másik probléma, ami hála Istennek egyébként csak egy ilyen fringe történet, és inkább az ilyen néhány jobboldali értelmiség képviseli, hogy nem, álljunk a ruszkik mellé, legyünk Putyin. Putyin előre tolt bástyája, meg majd lesz egy Eurázsiai Unió, és akkor az nekünk jó lesz. Az se jó, ez egy hülyeség. Azért voltak itt olyan mozgalmak, amiket konkrétan Oroszország pénzelt, és sokszor akik ezeket a véleményeket hangoztatják, azért általában ebből az iskolából jönnek. De azért tényleg azt kéne megérteni, hogy Oroszország nincs olyan, hogy Eurázsiai Unió. Eurázsiai Unió feltételezni azt, hogy itt az etnokulturális örökségünk, tehát a kulturális talapzat, amire épül az egész, az közös, de a keleti kereszténységgel, sajnos a szkizma óta, meg egyébként is bizonyos. Erre épül, hiszen minden kultúrának a vallás adja az alapját, és hogyha ez a kettő különbözik, akkor az nem feltétlenül tud úgy együtt élni. És ez nagyon jól látszik, ha fölmentek Erdély határvidékére, és lenéztek a hely tetejéről, az egyik oldalon van egy virágzó rész, és most ezen nem az ortodoxiát, ez egy Romániát elszídva. De ugye a nyugat és a kelet között nagyon jó, hogyha van egy határvidék, jelen esetben ez például ugye Románia, ott az a mindenféle ilyen random köztársaságok, meg Ukrajna, mert így legalább azért van, hol fölvonulnia esetlegesen az orosz erőknek. És ezért probléma a NATO csatlakozás erőltetése, és ezért Istennek legyen hála. Én nem vagyok egyébként nagyon sok mindennel pariban, meg barátságban, amit Szijjártó csinál. De az, hogy folyamatosan vétózzuk Ukrajna NATO tagságát, annál jobbat nem tudunk tenni, pont azért, amit te is mondtál, mert egyszerűen nem érdekünk a háború, és nem érdekünk az, hogy Ukrajna és hogy a NATO és Oroszország között ne legyen egy retek nagy síkság, vagy valami egy ilyen ország, aminek néha lehet polemizálni, meg politizálni. Milyen erre meg minden. Igen, meg a szuverenitása, meg egyáltalán van-e neki. Ez nekünk nagyon jó. Sajnáljuk az ukrán népet, mert nyilván, de hát itt kezdjük ott, hogy magukat se tudták rendbe tenni. De ez az abszolút szívás egyébként, igen. Amiben ők léteznek, és ők feláldozható szereplők ebben az egész játékban. Ez az Egyesült Államok, meg az Oroszország közti izmozás. De egyébként én oda is szeretnék visszatérni, ha már az oroszokról van szó, mert most ezt elmondtuk, hogy Ukrajna nem is létezik, meg ilyesmi, ami tartható, mert valójában nem létezik, ez egy ilyen összetákolt valami, és egyébként hosszú távon annyira nyitott a konfliktus, hogy én azt is el tudom képzelni, hogy az történik vele, mint ami Jugoszláviával történt. Yeah. Tehát hát valahogy elosztogatják, nem tudom, majd akkor figyeljünk oda. Na mindegy, ez csak így mellékvágányon meg. Majd elő pár kettesek. majd figyeljünk oda. Tehát engem ilyen szempontból egyébként nem érdekel ez az ukrajna izé, mert persze ezt el kell mondani, hogy Ukrajna szuverenitása, nem tudjuk, hogy ez létezik-e. Ugye kezdjük onnan, hogy van ez a Minszki megállapodás, most azt mondják az európai vezetők, hogy ezt Oroszország megszegte. A probléma az, hogy nem csak Oroszország szegte meg most a mostani lépésével, ami tény, és én szeretném azt elkerülni, hogy tehát egyelőre több jel mutat arra, hogy itt igenis az oroszok léptek, és nem pedig glejvici provokáció történt az ukránok De most gondold el, hogyha mondjuk, tehát szerintem azzal amúgy nincs semmi probléma, ez ugyanaz az eset, úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk van határon túli magyarokat folyamatosan vegzálják, meg terrorizálják, és ők föllépnek, hogy mi szuverén állam szeretnénk lenni, és őket elkezdik innentől kezdve terrorizálni és fölvonultatni NATO erőket, és akkor Magyarország, vagy NATO egy ellenséges erőket, és akkor Magyarországnak oda lépne, hogy gyerekek, nem. Igen. Értsük el ezt kicsit a donetszkieket is. Igen, van azért egy kis, tehát hogy egyrészt értem, másrészt meg van azért a aggodalom, már csak azért is, mert ugye két külön, tehát hogy sokan mondták a grúz konfliktus, de a grúz konfliktusban tényleg az történt, hogy Grúzia támadta meg őket, akkor, amikor Putyin ugye éppen olimpiázott. Én nem tudom, mit gondolt. Olimpiázott, és aztán utána visszalőtték őket ugye Tbilisziig, tehát hogy ez történt. De itt viszont szerintem ténylegesen az oroszok léptek, mert az ukránok kommunikációja az enyhítésre játszott az utóbbi hetekben, hónapokban. Ők nem azt mondták még az amcsiknak is, hogy nyugodjatok le a picsába, nem akarunk. Igen, ne az ő bőrükre menjen ez a konfliktus. Tehát szerintem itt egyébként a ruszkik léptek.
De azt akartam hozzátenni, hogy a Minszki megállapodás nem csak az oroszok szekték meg, hanem az ukránok is. Ugyanis a Minszki megállapodásban pont arról volt szó, hogy ennél a két megyénél, mint a szuverenitás gyakorlását, az ukrán kormány gondoskodik ezekről a régiókról, ellátja őket energiával, stb. Ezt ők nem teljesítették. Tehát gyakorlatilag de facto leszarták azt, hogy mi történik ebben a két megyében. De facto valószínűleg mindig is ott voltak az oroszok egyébként a szakadárok mellett. Tehát igazából volt egy megállapodás, amit egyik fél sem tartott be. Most arról lehet vitatkozni, hogy melyik a súlyosabb megsértése, minden bizonnyal az, hogy az oroszok azért most azt mondják, hogy békefenntartókat küldnek. Tehát nekem egy baj. Ja, de a NATO békefenntartók kik, és akkor sok mehetnek, ahova nem szégyelnek, de az orosz békefenntartók a sajátjaikhoz nem. Én nekem egy, tehát ez mondom, ez egy ilyen becsípődés, legyen ez egy ilyen magyar becsípődés, mindjárt mondom, hogy miért, hogy tehát amikor oroszok azt mondják, hogy valóban békefenntartókat küldenek, az mindig ott maradnak. Igen, az a baj. Mert igazából a Grúziában nem maradtak ott. Most, amiért fontos ez nekünk, az, hogy ez a szomszédunkban történik, és azért mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy van egy magyar külpolitikai hagyomány, és a magyar külpolitikai hagyomány, ezt most meg lehet nézni, hogy Andrássy Deák, stb., azért mindenki fosott a pánszláv uralomtól. És ez egy jogos félelem szerintem, és ezt ne felejtsük el, amikor külpolitikáról beszélünk, meg stb., tehát ezt a miniszterelnök ugye úgy szokta megfogalmazni, hogy Magyarország és Oroszország közé kell valami. Valaminek ott. És az már rég rossz, hogyha az a Kárpátok csak. Igen, tehát igen. Azért nekünk nagyon jó az ukrán relatív területi integritás, de azért, ha megnézitek, hogy ez két mekkora régió, és bevágjuk ide nektek ezt a képet, mert szerintem sokan egyébként nem tudják elképzelni, aki nem annyira követi ezt a konfliktust, hogy azért itt nem úgy kell elképzelni, hogy ezek olyan megyék, mint Magyarországon, ahol van 19 darab, és abból mondjuk igen, Baranya meg Zalát, ha kiveszük, akkor az azért az ország területének egy szignifikáns százaléka. Igen, ez a két megye, ez kis részét. Ezt úgy kell elképzelni, de tényleg a képen majd nagyon jól láthatjátok, mint a körülbelül, nem tudom, Pécs környéke, meg Szeged környéke. Igen. Tehát relatíve méret, az országhoz igen, méret arányosan ezek ilyen apró régiók Ukrajnához képest. Úgyhogy egyébként azok az ukránok, akikre felhúzták ezt az országot, azok nem is azon a részén élnek, hanem azok a Rivne, meg azon a környéken, ugye most nem véletlenül ott volt pont a sajtótájékozat, ahol összeverekedtek, az nem folyamat. De mindegy, de hogy attól északnyugatabbra lengyelek, délnyugatra élnek, ugye, hát ott a Kárpátok jönnek, a ruszinok, meg magyarok. Pontosan, és délre a tatárok, a krími tatárok, meg nyilván most már keveredtek az is ukránokkal, oroszokkal, de Ukrajna azt, hát rossz értelemben úgy kell venni, mint a trianoni Magyarországnál, tehát a nemzetiségi arányban, hogy ott van egy magterület, ahol élnek ők, és ennyi. Hát igen, és most meg is szívták. Tehát a helyzet az, hogy tehát én csak mindkét ilyen szélsőséges megközelítést óvnék mindenkit, hogy mi itt az amerikaiak segélyben legyünk, meg az oroszok segélyben legyünk, tehát nem véletlenül próbálunk valahogy lavírozni a kettő között. Az, hogy, mert a lengyelek feladata ez, hogy ők az amerikaiaknak legyenek ugye a kihelyezett hadállása. Az biztos, hogy a konfliktus az nem jön jól nekünk, már csak azért is, mert a szomszédban van, már csak azért is, mert ez az akármilyen országban élnek magyarok is, tehát érintve vagyunk. És bizonyos szinten, tehát biztos, hogy nem kerülhetjük el azt, hogy valamilyen szinten jelen legyünk ebben a konfliktusban, ez gyakorlatilag elképzelhetetlennek tűnik. Mi nem küldhetünk békefenntartókat Kárpátaljára? Hát ki tudja, hogy mi történik. Tehát ugye annyira nyitott szerintem, tehát azért nem is vagyok szakértő, lehet, hogy néhány szakértő tudja, hogy mi fog itt történni, de onnantól kezdve, hogy ez így befagy, sőt, mivel az amerikaiak pusolnak, még azt is el tudom képzelni, hogy lepacsizták, hogy jó, oké, mi hisztisztünk, ti megcsináltátok, cserébe valahogy, nem tudom, ott maradtok, itt megálltok, nem tudom én micsoda, igen, de bármi lehet. A szabad ne feled, Amerikán onnan látszik, hogy egyébként telibe szarja az ukránokat, hogy most hoztak szankciókat, azonnal aláírták a nagyon komoly szankciókat, hogy a Donyecki és Luhanszki területekkel amerikai állampolgár nem kereskedhet, hogy valami ilyen no-name kelet-német kereskedelmi embargó, aminek igazából semmi értelme, azért ennél még Németország is keményebben állt bele. Hát ők saját magukat is megszivatják most. Ezt persze. Hát a gázvezetéket azt mondták, hogy akkor nem, akkor azt nem csináljuk, az nagyon jó lesz a németeknek, tehát hogy itt megint kiszámolták, hogy nekik hogy lesz. Igen, az Amerika legalább belátta, hogy jó, csinált valami szankciót, amit ugye 444 meg a Telex megírhat, meg az összes ugye az kongresszusuk által pénzelt. Megírhat, hogy igen, Amerika föllépett, de Amerika és nem történt semmi. Igen, nem. És azt az ukránok már egyébként elkezdték sípolni. Most pont az adás előtt olvastam valahol, hogy azért ennél egy kicsit keményebb fellépése vártak, mint ugye Lengyelország-Anglia részéről. Ja, a második világháborúban. Igen, hát ez nem sikerült. Ja, majd visznek 2000 darab sisakot. Szóval én szerintem látom, hogy elég visszafogott egyelőre a kommunikáció a magyar kormány részéről, meg nyilvánvalóan részt veszünk mindenféle hülye szankcióba, amit most kitalálnak az oroszokkal szemben.
meg nyilván nekünk, tehát hogy olyan szempontból védenünk, tehát hogy az, hogy hány lépés van a Oroszország határa és Magyarország határa között, az egy fontos kérdés. Tehát minél több ez a lépés, az annál jobb. Tehát hogy ebben maradjunk annyiban, hogy ezt a pánszláv izét, tehát én elhiszem, hogy néhányan a Dugin tanulmány vagy tanítványok közül ugye rajonganak ezért, aki akkor az menjen turistáskodni, meg szeresse az orosz kultúrát, meg nem tudom, mit csoda. Ami tök szép, tök jó. Tök szép, tök jó ott. Király. Tehát, hogy meg ugyanígy mehet akár valaki, nem tudom, Törökországba is rajonghatja, hogy ott milyen jó, meg mit tudom én, micsoda, de nem itt. Tehát, hogy ezt itt nem szeretnénk. Nem ugyanazok vagyunk, nem vagyunk olyanok, mint az oroszok. Nem vagyunk oroszok, nem szeretnénk ide az oroszokat. Hozzáteszem, a németeket sem szeretnénk, de hogy tehát ez a Magyarországnak a geopolitikai helyzete, amiben szeretnénk megmaradni magyarnak. Nem azért képviseljük szerintem a békét, meg az, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz, mert minket érdekel, hogy Ukrajnával önmagában mi lesz, meg hogy mi lesz a kép. Nem, mintha őket annyira érdekelne, hogy egyáltalán az ottani magyarokkal mi van, nem a Magyarországban. Hát, ugye, mert hogy az oroszok baszogatása miatt baszogatják ugye a magyarokat is, mert hogy ne beszélnek az oroszok oroszul. Na most ezt abban az országban azért nehéz megoldani, ahol mindenki gyakorlatilag oroszul beszél. Tehát nem azért, mert minket érdekel kurvára az a két keleti megye, meg ilyesmi, hanem azért, mert egyszerűen nekünk nem érdekünk az, hogy itt konfliktus legyen pont a szomszédban, nem érdekünk, hogy ez a kárpátaljai magyarokat érintse, és nem érdekünk az, hogy Oroszország közelebb jöjjön. És az sem nagyon érdekünk, hogy Ukrajnával minél szorosabbra fűzik a szövetségi viszony. Nem. Mert onnantól kezdve, hogy tényleg Oroszország a határon lesz, és már pedig, hogyha mondjuk Ukrajna belép a NATO-ba, akkor ott azért az garantálja azt a balhét. Meg lehet nézni, hogy azokon a hozzánk szomszédos országokban, relatíve szomszédos, mint Lengyelország is, akik ezen a peremvidéken vannak, mennyi amerikai katon állomásozik. És most lehet sípolni, hogy ide is jött 1-200, de ez nagyon töredék annak, ami akkor jönne, hogyha Ukrajnában nem béke lenne, hanem beindulna a matek. Tehát nézzétek meg, Romániát telerakták az amerikaiak, mégis szívták, mert lecsapolták ugye az üzemanyagot. Tehát Romániát. Igen. De nekik azért fontos, mert ott van a Fekete-tenger, nyilván annak a túloldalán meg várja őket az orosz anyácska. Szlovákiában most létesítenek egy újabb katonai repteret, és telerakják azt is amerikai bázissal, nyilván ő is közel van a pufferzónához. Lengyelországról nem kell mondani, az Amerika koltja, az egy előre tolt állás. Na most Magyarország még azért annyira nem. Oké, itt is itt vannak az amcsik, de nyilván közel sem annyira, lakosság arányosan sem, tudtom, mint mondjuk a szlovákoknál, vagy a románoknál. Tehát egyelőre nekünk tényleg, ahogy te is mondtad, a béke az érdekünk, mert akkor van itt kevesebb Amerika, meg akkor van itt kevesebb Németország, és ezzel párhuzamosan akkor van itt kevesebb Oroszország is. Ja. És az a lényeg, hogy Magyarországon azt az álláspontot kell fenntartani, hogy minél kevesebb Egyesült Államok, minél kevesebb Németország és minél kevesebb Oroszország. Ez egy kurva nehéz helyzet. És minél egyébként több Leopard 2-es, mivel aztán a keleti Kárpátok bércejéig tudunk menni. Erről majd később beszélünk, tehát hogyha majd eljutunk odaig, hogy tényleg elkezdik ezt a szart felosztani, akkor kíváncsi leszek, hogy mi fog történni. Most egyelőre várjuk ki a végét, és minél kevesebben. Tehát, hogy mindenkivel, ugye, amit a magyar kormány csinál, ez a kvázi lavírozás, de más lehetőségünk nincs, mert az oroszok túl közel vannak, ugye a németek is túl közel vannak, tehát valamiféle normális viszont mind a kettővel fenn kell tartani. Valamiféle normális viszont fenn kell tartani az amerikaiakkal is, és meg kell akadályozni, hogy bármelyik is a saját területének tekintsen minket. Ezt kell elérnünk. Így van. Úgyhogy ez volt a rövid gyors elemzésünk, abszolút nem szakszerűen. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, meg kapcsoljátok be a kis csengőt. Ha nem iratkoztok fel, akkor jönnek az oroszok. Úgyhogy mindenképpen iratkozzatok fel, kövessétek a csatornát. És hogyha valaha gondoltad azt, hogy Kárpátalja nem Ukrajna része, akkor is nyomd meg a feliratkozás gombot. Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!